Bár a Honor 6 Pluson nem a legfrissebb Android, illetve EMUI van, ennek ellenére is rendkívül gazdag szoftveres funkciókkal rendelkezik. Ez a Honor 6 Plus szoftver az EMUI 3.0, ami még a Huawei Ascend Mate 7-esen debütált a tavalyi évben, és megkapta a 6 Plus is, és hát megnézzük, hogy mi mindent tud. Mint látható, ezen a Honor modellen is három darab érintőgombunk van, amely a kijelzőből veszi el a területet, tehát nem a kijelzőkereten helyezkedik el külön gomb formájában. Vannak alul rögzített ikonok, amelyek lehetnek mappák is, illetve az EMUI 3.0-ban nincs a klasszikus értelemben vett menü, minden itt az oldalakra van kipakolva, például mappákba, illetve külön-külön. Négy darab oldalunk van eredetileg, ha összecsípem őket, akkor be tudom állítani, hogy melyik legyen a főképernyő, akár törölni is tudok a képernyők közül, valamit továbbiakat hozzáadni. Lehet háttérképet beállítani külön a kezdőképernyőre, illetve külön a zárt képernyőre. Van módosítási lehetőség rázással, illetve véletlenszerű váltást beállíthatunk. A mini appokat, azaz a widgeteket itt lehet hozzáadni. Kiválaszthatjuk az átmeneteket, azaz, hogy hogyan változzon meg a felülete, illetve az oldala, amikor váltunk a lapok között. És itt a főképernyő beállításokból, hogyha így belemegyünk, kiválaszthatjuk az elrendezés szerkezetét, azaz, hogy 4x5-ös, 5x4-es vagy 5x5-ös szerkezetben helyezkedjen el kell az ikonok. A főképernyő ciklikus ismétlése a körbe görgetést jelent, illetve van automatikus igazítás, ami azt jelenti, hogy mondjuk ha törlök egy appot a főképernyőről valahonnan, akkor odaigazítja a helyére a többit. Itt látható, hogy én máron körbe görgethetem a képernyőt. Ha lehúzom fentről az értesítési sávot, itt egy idővonalon látszik időrendi sorrendben a különböző értesítések, amelyet tudok törölni egymagában, vagy akár itt az összeset egybe a kis kuka ikon megnyomásával. Valamint a parancsikonok gombra kattintva elérhetem a különböző beállítási lehetőségeket, itt lehet akár fényerőt is állítani, automatikusat vagy manuálisat, illetve le tudok nyitni további alkalmazásokért. Megnyomom a korábbi appok gombot, akkor láthatjuk, hogy a 3 GB RAM-ból 1,22 GB foglalt, illetve szabad jelenleg. Ha négy látható abból valamelyiket lefele húzom, akkor az zárolom, az nem fog bezárni, illetve egy felfele tolással lehet bezárni egyesével az appokat, amint látható nincs olyan opció, hogy minden alkalmazást egyszerre zárjak be. Nézzük meg az alap alkalmazásokat. Itt vannak a tárcsázó, illetve bocsánat, itt van a tárcsázó felület, amely ajánl is különböző névjegyeket, hogyha elkezdem beütni a vele megegyező számokat. Alul ki lehet választani, melyik SIM-kártyáról szeretném hívni az adott illetőt, illetve innen a tárcsázóból át lehet menni rögtön a címtárba, valamint az üzenetekre is, tehát itt egyben van ez a három funkció. Ennek ellenére a külön ikont kapott, tehát külön el lehet érni rögtön a címtárat és az üzeneteket is egyetlen egy gombnyomásra. Természetesen van Google Play áruházunk, ahonnan lehetőség van letölteni a készülékre alkalmazásokat, játékokat, illetve különböző más appokat is. Ugye itt látható, hogy például a Call of Duty Heroes is letölthető már, is lehet rajta játszani, bár ennél komolyabb játékokat is tudunk telepíteni. Vannak különböző témák, amihez lehetőség van hozzáférni. Itt látható, hogy számos téma érhető el, amely megváltoztatja a telefon külsejét. Vannak kategóriák, arra szétbontva, és itt tényleg rendkívül sok ingyenes témát lehet letölteni, ami megváltoztatja a telefon felületét. Valamelyik a galériába, itt egy időrendben látom alap esetben a képeket, de lehet listanézetet kérni itt is a különböző mappákra. Illetve a menüben, hogyha bemegyek, lehet akár diavetítést is kérni. Itt láthatjuk, hogy a képet kedvencnek jelölhetjük, esetlegesen
Ezen kívül van szerkesztési lehetőség, ahol van forgatás, jobbra-balra, tükrözés, ugye ez is több irányba is. Vannak különböző szűrők, szépia, insta szűrők, illetve hasonlók, ezekkel más féle kis színeffekteket lehet beállítani a képnek. Beállításoknál itt fényerőt állíthatunk még, tehát ezeket tudjuk még utólag esetleg, így még javíthatunk a képeken, hogyha szeretnénk, illetve van körbevágás is, itt különböző méretarányokra vagy egyedi méretre tudjuk szabni a fotónkat, képünket. Nézzük meg a kamerát. Először is kezdjük az előlappal. Itt látható, hogy jelezte, hogy ide kell néznünk valahova, hogy belenézzünk a kamerába. Itt is van szépítés funkció, de van sima fénykép opció is. Ha belemegyek a beállításokba, itt látható az, hogy 6 megapixel volna a 16-9-nél, viszont hogyha 4-3-at választok ki, akkor a teljes 8 megapixeles felbontást tudjuk használni. Van tükrös visszaverődés opció, tehát itt amit nem akartam beállítani. Ezen kívül igazából még van viszonylag több beállítási lehetőség is, némítás, időzítő, a selfie ablakhoz itt beállíthatjuk, hogy 2-5 vagy 10 másodperces legyen esetleg, van mosolyra való exponálás, van ultrafotó, amit hogyha megnyomom a kamera gombot kétszer, amikor kapcsolva készülik, akkor rögtön készít egy fotót is. Nézzük meg a hátlapi kamerát. Érdekes, hogy a 2 darab kamera szenzorunk is van. Itt is, hogyha beállításukba belemegyek, akkor látható itt is a max felbontás az 13 megapixel. Ez abban az esetben, hogyha 4-3-as képarányt használok, 16-9-nél az a kijelző felbontásával, illetve képernyőjel megegyező képaránynál pedig 10 megapixel. És ugye két szenzorunk van, itt lehetőség van ilyen széles utólagos autofókusz kiválasztani. Itt lehet beállítani, hogy mire szeretnénk fókuszálni például. És azért hasznos, mert hogyha leteszek itt két tárgyat is, akkor ki tudom választani, hogy mire fókuszáljunk. Lövök egy képet erre, és utólagosan is lehetőség van majd állítani a fókuszt. Mindjárt, hogyha betölt, tehát így néz ki jelen pillanatban, de ha belemegyek, áthúzom a fókuszpontot mondjuk ide, akkor már rögtön a telefonra fókuszált ide. Itt lehet állítani a fókuszt is, tehát hogy ide fókuszáljunk, át tudom helyezni ide, és akkor a kép azon része illesedik be a két kamerának köszönhetően, amelyiket én szeretném. Ezt ha beállíthatjuk azt, hogy mennyire legyen elmosódott a háttér, tehát lehet ilyen szélesebb fókuszspektrumot is beállítani, amikor minden éles lesz a képen, de fókuszálhatunk csak egy tárgyra, például a napszemüvegre, vagy itt a telefonra, és akkor a háttérben lévő dolgok lesznek elmosódottak. Így tehát utólag még van ilyen lehetőség szerkeszteni a képet a két kamerának köszönhetően, és itt is vannak még különböző beállítási lehetőségek, például elmosódásai, tehát itt a fókuszváltásnál beleállítható, hogy néhány effekttel változzon a háttérben lévő tárgyak, ami megint egy kicsit szebb képet eredményez, tehát nem szebbet, kicsit másabbat, ezt mi magunk választhatjuk ki, hogy szeretnénk egy ilyen módosítással díszíteni esetleg a képet. De hogyha sima fénykép módot választunk, akkor is egy egészen jó kameránk van, itt az elkészített képre, hogyha rámegyek, láthatjuk, itt már azért zajos kicsit a kép, hogyha ránagyítunk, tehát azért nem annyira kiemelkedő minőségű, de összességében még teljesen vállalható. Nyilván nem csúcsmodellekhez mért minőség, tehát azért az a, itt látszik is, hogy be van mozdulva némileg a képhető zajos, tehát nem minden látszik rajta rendesen, pedig maga a telefon igazából nem mozog egyáltalán,
fotózáskor. De ennek ellenére sem tökéletes azért. Itt most egy fokkal éppen jobb, de itt is az egy kicsit zajos. Ez tehát igazából, ahogy mondtam, annak köszönhető, hogy ez a Honor 6 Plus egy felső kategóriás készülék, ami viszont nem jelenti azt, hogy tökéletes azért, hiszen ez mégiscsak egy viszonylag kedvező áru készülék. Van éjjeli mód egyébként, amihez ajánlott állványt használni, ugyanis itt hosszabb lesz a záridő. Van HDR, ami bekapcsolható, ez javítja a kép minőséget akkor, hogyha egyszerre fotóznánk, világosabb, illetve kevésbé megvilágított területet, illetve van a legjobb fénykép mód, ahol több képet is készít. Ha tovább megyünk, van egy telefonkezelő alkalmazásunk. Ebben elég sok opció érhető el, ha megnyitom. Itt van az alapja, energiafigyelés, van például 65%-on áll, most ezzel 9 óra hátralévő időt ígér nekünk, intelligens beállítások mellett, ultratakarékos módnál pedig majdnem 17 órát. Itt az energiafigyelésre, ha rámegyek, akkor megmutatja, hogy milyen opciók vannak, amivel lehet még tovább növelni a különböző funkciók kikapcsolásával, optimalizálásával növelhető, tehát az üzemidő. Részletekre belemegyek, akkor látható, hogy az elmúlt töltés óta milyen alkalmazások vannak, amik sokat fogyaszthatnak esetleg, például a Facebook vagy a Messenger, ami figyelmeztetéseket gyakran feléleszti a készüléket. Látható az, hogy a hardware a fogyasztás 32%-át viszi el, még a szoftver a 68%-át. Itt láthatjuk a különböző appokat is, hogy például a szoftveres oldalon 15,8%-ot fogyaszt az Android rendszer, 8,47%-ot a Google Play szolgáltatások, még hardvernél a legtöbbet egyértelműen a nagyméretű kijelző fogyasztja. Van külön böngésző alkalmazásunk is, nem a Google Chrome az alapértelmezett böngésző, egyébként ez is megtalálható rajta, hanem ez a sima böngésző alkalmazás. Nézzük meg előbb a billentyűzetet, itt a Honor modelleken megszokott új billentyűzetet kapjuk, ahol van kis swipe jellegű írásra a lehetőség, magyar kiegészítéssel. Amit én kicsit kényelmetlennek tartok igazából, az az, hogy itt középen numerikus rendszerben helyezkednek el a számok. Ez nem túl kényelmes szerintem, főleg azoknak, akik hozzászoktak a felső sorban 1-től nulláig lévő számokig. Valamint még amit láthatunk, hogy van hangalapú diktálás is, amihez a Google saját szolgáltatását használja. Hát ez helyek közel működik, csak magyar nyelven, angolul egy picit jobb. Nézzük meg az mobil interneten betöltött weboldalt. Görgetés nagyon picit, mintha darabos volna. Itt látható, hogy nem tökéletesen folyamatos a görgetés, bár így is viszonylag vállalható. Teljesen gyorsan megnyitja a tartalmakat. Felül láthatjuk, hogy címsorban ilyenkor az oldal címét nyitja meg, nem magát a jelenítelek, tehát nem magát a domain, csak hogyha ezt belekattintunk, van frissítési lehetőség, betehetjük könyvjelző közéjüket, van előre-hátralapozási opcióm, kezdő oldalra, illetve az ablakokat is megnyithatjuk külön. Ha a menübe belemegyek, akkor láthatjuk itt is milyen opciónk vannak, elmenthetjük az oldalt, eltehetjük, kereshetünk rajta, teljes képernyőt beállíthatunk, ahol eltűnik a felső sávunk, bár ez nyilván nem olyan sok extra. Ezen kívül van inkognitó böngészés, illetve ki is léphetünk a böngészőből, akár tehát külön ilyen opciót is kapunk. Van egy zenelejátszónk, amely kellemes felülettel rendelkezik, itt a főképernyőn láthatjuk a legutóbb futó zenét, a dalokat külön, a kedvenceket, lejátszási listákat, illetve a beállításokat is. Szűrőbeállításoknál beállíthatjuk, hogy 0-tól 120 másodperc közötti dalok közül legyen olyan, amit nem listálsz, tehát például így a 84 másodpercnél rövidebb zene számokat nem jeleníti meg,
Kiválaszthatjuk, hogy mely mappákat olvassa be zenehallgatásra, illetve a rejtett zeneszámokat is megjeleníthetjük, hogyha van ilyen. Állíthatunk be időzítőt, az akár 90 perc után kikapcsol magától a zenelejátszó, illetve van dal és dalszöveg megjelenítés kezdőképernyőn, ez abban az esetben, hogyha elérhető dalszöveg van az adott zeneszámhoz. Így néz ki a lejátszó felülete, és hallgassuk is meg, hogy hogy szól. Annyira nem mondanám kiemelkedőnek, hogy a DTS hangzásunk be is van kapcsolva, tehát megmutatom milyen nélküle, illetve DTS-sel. Érezhetően szebb azért a DTS mód bekapcsolása mellett a zene, de ez nem jelenti azt, hogy sokkal jobb volna. Picit a magas hangok erősebbek, mint a mély hangok, ami azt jelenti, hogy azért zenehallgatásra így nem biztos, hogy a legjobb, főleg azért is, mert hátlapon van a hangszóra, amit kényelmesen le tudunk itt ugye takarni az ujjunkkal, tehát azért nem annyira kiemelkedő minőségű a hangszóró, de összességében teljesen elfogadható hangzása van a Honor 6 Plusnak, illetve kapunk hozzá természetesen headsetet is, amivel jobb lehet hallgatni. Hát nézzük meg két videót, hogy a gyári lejátszó hogyan birkózik meg vele. Az első egy Full HD MKV állomány. Itt láthatjuk, hogy hangot nem jelenít meg, igazából valószínűleg a codec a probléma, viszont maga a videó az akadás nélkül nagyon szépen végigfut, tehát itt nincs akadás olyan, tehát az MKV-t Full HD-ban is támogatja. Hang az azért nincs, mert valószínűleg az adott kodeket nem tudja kezelni a szoftver, ehhez célszerű egy VLC-t vagy valamilyen más appot letölteni. Van még egy 4K-s MKV-nk, ezt viszont egyáltalán meg sem nyitja a gyári lejátszó. Az óránál egészen sok beállítási lehetőségünk van, ugye kapunk ébresztőt benne, itt beállítható a Sundi is, amely látszik beállítható, hogy mennyi idő után hallgasson el magától, illetve mennyi időköz legyen a Sundi között. A hangerő gomb beállítható, hogy mit csináljon, ébresztene néma módban, ami egyébként hasznos, hogyha igen. Látható, hogy beállíthatjuk a ébresztés idejét, legyen ismétlődés, azaz csak egyszer, hétfőtől péntekig minden nap, vagy egyéniként is beállíthatjuk, hogy mely napokon legyen ez az ébresztés, választhatunk csengő hangot, vagy külön zenét is akár hozzá, kérhetjük, hogy rezegjene, illetve címkét is adhatunk hozzá, hogy milyen ébresztés ez. Van világóránk, ehhez mondjuk célszerű hozzáadni esetleg több várost is. És akkor itt láthatjuk az időket. Amint látszik, három darab extra órát adhatunk hozzá beállítottan kívül, ami rendkívül szép animáció mellett működik egyébként, tehát ez szerintem nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik. Van stopper óránk is, ez is egy látványos animációt kapott, itt is van köridő, illetve lenullázás, illetve hasonlóan szép az animáció a visszaszámlálásnál is, időzítőnél is, ahol egy perc a minimum, tehát másodpercek nem lehet, és itt látható, hogy itt is egy szép animáció mellett működik ez. A naptár sem gyári Google megoldás sem, ez is a Huawei, van havi nézet, kapunk hetit, illetve napi is, valamint a menüben választhatunk akár éves nézetet is. Esemény hozzáadásánál is sok lehetőség van, amit ki tudunk választani. Például megadhatjuk, hogy fió, vagy a telefonon legyen elmentve az értesítés, vagy akár a Google naptárunkba, mikor értesítsen, helyet adhatunk hozzá, illetve leírást is az adott bejegyzéshez. Van egy fájlkezelőnk,
Itt látható, hogy a képeket, audio tartalmakat, a különböző tartalmakat külön tudjuk kezelni. Láthatjuk a háttértár foglaltságát, ugye 25 GB használható, ebből másfél GB foglalt pillanatnyilag, tehát 5%-os foglaltságunk van, ugye 30 GB háttérből olyan 25 GB még fel tudunk használni, ami azért egy nagyon jó eredmény, illetve lehet akár kártyát is beletenni. Ugye a microSD kártyát viszont ekkor a dual SIM támogatást elvesztjük, és csak az egyes számú kártyaszlotba tudunk helyezni tartalmat. Van egy szép, amihez ha hozzáadunk egy jelszót, akkor a belső tárhelyre vagy a memóriakártyára készít egy biztonságos területet, amelyet csak jelszóval lehet elérni. Ezt a bejelentkezés után fogjuk elérni. A file nézetben egyébként itt kiválaszthatjuk mondjuk a képeket, mappákra vagy videókat, ahol lehetőség van aznak megosztására, kivághatjuk, másolhatjuk, tehát áthelyezhetjük őket, törölhetjük, be tudjuk tömöríteni, akár így kevesebb helyet foglalhat mondjuk így egy videó. Itt látható, hogy ez viszonylag gyorsan megy, 460 megabájtos állománynál, amit látható, ez talán úgy egy percet sem fog igénybe venni. Ez nyilván azon fájloknál érdekes, amit esetleg vagy ritkán használunk, vagy tovább szeretnénk küldeni valakinek, és ezen szeretnénk helyet spórolni utólagosan. És itt látható, hogy tényleg teljesen gyorsan tölti, illetve tömöríti az állomány. Mindjárt megnézzük, hogy a megszokott zip formátumba helyezi-e azt, vagy esetleg valamilyen más file formátumot használ a tömörítésre. Sikerült is, amint látható, egy zip állományba tömörítette át a fájlt, bár érdekes, hogy hát ugyanakkora lett, tehát itt a 460 MB, ezen tehát most nem nyertünk, igazából ez pont nem nevezhető túl jól sikerült tömörítésnek, sajnos. Illetve hát egyébként, ami még látható, kategóriákon kívül elérhetjük itt külön is a fájlrendszert, hogyha szeretnénk. Van még ezen kívül jó néhány alkalmazásunk, ilyen az okos vezérlő, ami a telefon infraportját használja. Itt lehet Honor Cube-ot vezérelni vele, de hogyha rámegyek a hozzáadásra, kiválaszthatunk TV-t, légkondicionálót, beltéri egységét, DVD lejátszót, vagy akár programozhatjuk is a távirányítót, itt látható különböző módokon. Úgyhogy például, hogyha kiválaszthatjuk itt a TV márkákat, ahol rendkívül sok van, legyen mondjuk ez egy Samsung, és itt megnézhetjük, hogy működik-e, hogyha működik, akkor tovább tudunk menni, tehát itt egyszerűen beállítható ez, és így a készülék tetején lévő infraporttal tudjuk majd vezérelni a telefont, bocsánat, a készüléket. Van egy tükör módunk, ami tulajdonképpen az előlapi kamerát használja. Itt látható a különböző opció. A képernyő fényerejének növelésével készítene fényesebb képet. Van nagyítás, ami tulajdonképpen csak egy digitális nagyítás. Megváltoztathatjuk a keretet, hogy teljesen eltüntethetjük, és nagyjából ennyit tud az app. Lehet olyan fotózni, és itt megállítjuk a képet, ahogy ő ezt hívja, és ezt el lehet menteni. Akár ez egyébként néha hasznos lehet. A nagyító funkció nagyjából ugyanez fordítva, annyi különbséggel, hogy itt is a hátlapi kamerát használja, és itt megint csak egy digitális nagyításról beszélhetünk. Itt használhatjuk a vakut,
Viszont hát amint láthatjuk, itt valamiért most például kevésbé akar éles lenni a kép, tehát így nagyjából szerintem, aha, így közelebb hozom, tehát itt nem állítható fókuszpont, itt fix fókuszon lehet használni, és itt nagyjából ennyit tudunk nagyítani a képen, ami azért nem olyan sok, igazából sok hasznát én ennek nem érzem. Van zseblámpa funkciónk, ahol igazából csak kibe kapcsolhatjuk ezt a zseblámpát. Ez egyébként, hogyha jól emlékszem, itt a parancsikonok között is elérhető, tehát nem feltétlenül kell ehhez külön elindítani az alkalmazást. Van FM rádiónk, azonban ez csak headsettel fog működni, amit csatlakoztatok is. Ezután, hogyha bekapcsolom, el is indul az állomások keresése, és szól is már a headsetben a zene. Látható, hogy 9 állomást talált, állíthatunk be itt is kikapcsolási időt, listázhatok külön a kedvencek. Hát nagyjából ennyi, igazából nagyon sok beállítási lehetőséget nem kapunk, áthelyezhetjük még ide hangszóróra esetleg. Van felvevőnk is, itt amint látható kijelzi a hangszint is éppen felvétel közben, ahogy beszélek, szüneteltethetem, mentésre rámegyek, akkor elmenti. És beállítási lehetőségeknél van normál találkozó, interjú vagy koncert. Ugye a készülék tetején is van egy hangszóró, illetve az alján is, tehát itt akár zajszűrés is elképzelhető. Van hallgató mód, ami pontosan nem tudom igazából, hogy mire használható, és van gyors felvétel, ami zárolt telefonnál, hogyha bekapcsolom kétszer a hangerő növekedést, illetve a hangerő növelő gombot, hogyha megnyomom, akkor elindítja automatikusan a hangfelvételt. Nagyjából az alap alkalmazások, tehát ennyi, amit kapunk a Honor 6 Plus-on.